A mezőgazdasági minisztérium a szabadkai önkormányzat kérelmét eddig elutasította, és nem engedélyezte a város környékén megmunkálatlanul álló állami földterületek hosszabb időre való kiadását. A Szabadkától északra Tavankúttól Királyhalmáig húzódó szakaszon körülbelül 2000 hektárnyi homokos állami föld van. Ezek esetében a hosszabb távú bérleti lehetőség az egyetlen járható út az önkormányzat, de a bérlők számára is, hangsúlyozta Osztrogonács Simon, a Szabadkai Városi Tanács mezőgazdasággal megbízott tagja. A mezőgazdasági minisztérium, aki jóvá hagyja az évi programunkat, az idei évig nem hagyta jóvá a kérelmünket, hogy több évre adjuk bérbe az állami földterületeket, mivel a visszaszármaztatási folyamatában volt. Ez év márciusában befejeződik a földeknek a visszaszármaztatásának a folyamata. Innentől kezdve lehetőség nyúlik arra, hogy esetleg az önkormányzatok több éves bérleti szerződést kössenek az érdeklődőkkel. Természetesen, hogy a város önkormányzata támogatni fogja ezt a lehetőséget, sőt kérelmezni fogja a minisztériumnál, hogy 3, 5, 20 és 25 évre adjuk bérbe a földterületeket, attól függően, hogy milyen minőségű és kategóriájú földről van szó. Gondolok itt elsősorban arra, hogy a fekete földeket, a szántókat, azokat 3, esetleg 5 évre fogjuk bérbe adni, a homokokat pedig hosszabb időre, 20-25 évre, ami egy lehetőséget fog nyújtani az érdeklődőknek, hogy olyan kultúrával telepítsék be ezt, amely megfelelő az adott területre, és hát a magukat, a szántókat pedig, hogyha hozzamosabb időre bérelhetik a termelők, akkor bízunk benne, hogy egy kicsit több figyelmet fordítanak a minőségnek a karbantartására, följavítására. Tehát ezáltal az eddig ki nem adható földeket, mert nem volt érdeke a bérlőnek abban, hogy egy bizonyos minőségű földet vagy területű földet egy évig használjon, akkor ezeket is hasznosítani tudja az önkormányzat. Ez mindenképpen jó, mert újabb bevételt jelent. Elsősorban újabb bevételt jelent a város, vagyis nem csak a város, hanem a tartomány és a köztársaság számára is. Másrészt viszont ez egy külön gond a városnak, mert azok a földterületek, amelyek nem találnak bérlőre, azokat a városnak kötelessége karbantartani. Igen komoly problémák vannak itt az elmúlt években a parlagfűvel, és hát ugye ezek olyan problémák, amelyek külön költségeket rónak ki az önkormányzat hátára. Így pedig, hogyha bérbe tudnánk adni ezeket a területeket is, akkor két legyet ütnénk egy csapásra. Elsősorban a termelők, akik ebbe érdekeltek, olyan időtartamra tudnák a földet bérbe venni, amely már esetleg kifizetődő volna. Egy gyümölcsös vagy egy szőlő telepítésére gondolok itt a homokvidékeken. És március 31-ére tervezik a vagyon visszaszármaztatás folyamatának befejezését. Akkor van még értelme újra kiírni az árverést ezekre a területekre, vagy már majd csak jövőre? A most lezajlott licitáció az a 2018-os programnak a végét jelenti. A 2019-es programot azt a napokba kezdtük el kidolgozni. Reményeink szerint itt valamikor március végén, április elején a program jóváhagyást kap a minisztériumba, amibe már szerepelni fog az, hogy hány évre adhatjuk bérbe az állami földeket. A folyamat úgy folytatódik, ugye, hogy először az állattenyésztőknek osztjuk szét az igényelt földeket, és majd csak ezután kerül sor a licitációra, ha minden úgy mén, ahogy mi tervezzük, akkor az idei év folyamán, ez legkésőbb június hónap folyamán be fog következni. Magyarul megmunkálni ezeket a területeket majd csak ősztől lehet. Természetesen, tehát azok az emberek, akik ez a folyamat során jutnak lehetőséghez, hogy béreljék a földeket magukat csak október 30-a után vehetik igénybe. Ez a kérdéses 2000 hektár, amiről beszéltünk az elején, ez idén is parlagon marad? Parlagon. Tehát ez a kérdéses 2000 hektár, ami főként homokokat és legelőket foglal magába, tehát Tavankúton keresztül Mérges, Kelebia, Palics, Királyhalom, tehát Szabadkától északra lévő települések és területek, amelyek homokos területek, itt terül el ez a körülbelül 2000 hektárnyi földterület, és hát igen, gyér érdeklődés mellett egy nagyon kis része került az idén is, csak az árverezés folyamán talált gazdát, majdnem 2000 hektára az idén is parlagon fog maradni.
Szakmai szempontból ugyancsak több lehetőséget biztosító és főleg hasznot hozó bérlést eredményezne a több éves, évtizedes, folyamatos megmunkálás. A minőség, a megmunkálás, a gondozás kerülhet így előtérbe, emelte ki Vitkovics Alexander, a Városi Közigazgatás Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Titkárságának titkára. Tekintettel arra, hogy ugye a talaj humusz tartalma véges, és nagyon könnyen lehet lerombolni, illetve lecsökkenteni, viszont javítani nagyon nehéz. És abban az esetben, amikor a termelők, a bérlők egy évre bérlik, nem azért, mert így akarták, hanem ez volt a játékszabály, nagyon nehezen tudtak komoly befektetéseket eszközölni, hiszen ne felejtsük el, hogy azért a mezőgazdaság az valahol mindig egy fejős tehén volt, ahonnan a tejet elveszik, viszont kevésbé etetik, a tehenet előbb-utóbb elpusztul. Tehát gyakorlatilag ebben az esetben, hogyha több évre lesz bérbeadva, a termelők, illetve a bérlők kicsit úgy tekinthetnek rá, mint a saját termőterületükre, ahol nem mindegy, hogy a következő évben mennyi fog teremni. Tehát elképzelhető, és én azt hiszem, hogy sok a becsületes termelő, akik megtisztelik a földet azzal, hogy megadják neki, ami szükséges, hiszen csak a jó kondícióban lévő termőtalaj tud megfelelő hozamot biztosítani. Innentől kezdve én abban reménykedek, hogy megadják nekik az istállótrágyát, az alaptrágyát, és minden egyéb, ami a talajnak szüksége van ahhoz, hogy jól teremjen. És ami ettől talán fontosabb, hogy az aratás után nem fogják parlagon hagyni, hanem elvégzik azokat a talajműveleteket, amely akár a tarlóhántást illeti, vagy egyéb más, amivel ugye a talaj előkészíthető az őszre. Azt sem szabad elfelejteni, hogy tudnak tervezni vetésforgóban is, tehát gyakorlatilag jól be tudják tervezni, hiszen tudják, hogy 3 évig, vagy 5 évig az ő tulajdonok, ők fogják ezt megművelni. Szerintem ez sokat fog segíteni azon, hogy ne csak a gyomnövények, ne csak a kártevők, hanem maga a hozamok is növekedjenek. Viszont, hogyha már a homokos talajokról beszélünk, ott sem mellékes, hogyha mondjuk több évtizedre veszik igénybe, hogy ott mély talajművelés, rigolérozás, gyakorlatilag homokos talajoknál erre kevésbé van szükség, de viszont ott is szükség van beruházásokra, akár a talaj kondíciónak a javítása szempontjából, tehát kemény istállótrágyázással helyrehozni. De így csak akkor van értelme, ha hosszabb idejére tekinthetik a sajátuknak, tehát akár gyümölcsösöket, szőlősöket tudnak létesíteni rajtuk, ami megint fontos, mert a parlagfű, a gyomnövények nem szaporodnak, kártevők kevésbé, úgy szintén, tehát gyakorlatilag sok előnye van abból, nem csak a városnak, nem csak a tartománynak, hanem a köztársaságnak is, és hogyha itt mindent félreteszünk, akkor a termelőknek elsősorban. Szabadkán is környékén 12.500 hektár megművelhető és bérbevehető állami földterület van. Minden árverésen pedig legalább 2-szer ennyi területre lenne igény. Amennyiben az önkormányzat engedélyt kap a 2000 hektárnyi föld licitációjára is, akkor valamelyest növekedhet a bérbeadható földek területe, amelyeket kiszámíthatóbb, tervezhetőbb, vagyis hosszabb időszakra lehet majd igényelni.